Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a Kunkarcagi Állatvédős Állatbarát Egyesület Tiszi utó közgyűlése. Kovács Marika elnökkel beszélgetünk. Itt már mögöttünk gyűlnek a tagok. Az elmúlt 5 évet fogjuk hamarosan értékelni a tagok előtt. Hogyan látja, mi mindent sikerült elérniük az elmúlt 5 évben? Hát az én véleményem, hogy rengeteget dolgoztunk, és rengeteg eredményünk is van, hála Istennek. És ez mind köszönhető annak a sok kedves karcagi embernek, a tagoknak, és annak a néhány önkéntesnek, sajnos néhányról beszélhetünk, akik tényleg minden odaadással és ünnepet, szombat-vasárnapot nem ismerve dolgozták végig kint a napokat. Tudnilik, a munkánk az állandóan szaporodott. Úgy, ahogy teltek az évek, az állatok létszáma szaporodott, mi sajnos inkább kevesebben lettünk, aztán mi okból azt nem tudom megmagyarázni. Annyi biztos, hogy annak idején, amikor én is elvállaltam, 37 állatunk volt, és most pedig van, éppen tegnap este számoltam ki, 178 állatunk. Ez volt 200 is már az idén. És ez állandóan szaporodik, tudnilik, a törvények, a szabályok, és ez egyre inkább a szabályok miatt is. Az emberek sajnos nem követik a szabályokat, nem azon igyekeznek nagyon sokan, hanem inkább a kutyáktól szabadulnak, igyekeznek megszabadulni, ami nyilvánvaló, hogy nálunk landol, illetve a gyepmesteri telepen. Én tudom, hogy nekem is, és még jó néhányunknak az lenne a dolga, hogy az emberek gondolkodását, szemléletét meg tudnánk változtatni. De erre annyira kevés a fórum, annyira kevés az idő, tudnélik, nagyon kevesen vagyunk, a sok-sok állatnak a gondját, baját, betegségét, és az élelmezését, és a tisztán tartását, az örökbeadását, ezt mind, ez a két kezemen meg tudom számolni, ennyi ember végzi, látja el. És köszönetet tudunk mondani a munkaügynek, aki nekünk, itt a Jász-Nagykun munkaügyi hivatalnak, aki adott nekünk már többszöri alkalommal kedvezményesen közmunkást, tehát akinek nekünk kevesebb százalékban kellett bért fizetni, mert tudnilik, az egész az alapunk, a gazdasági alapunk a tagdíjakból, illetve az 1%-ból jön össze. Tudnilik, 5 évesek vagyunk, június 12-én voltunk 5 évesek, én ennek 2,5 éve vagyok az elnöke. Én úgy érzem, hogy azóta is nagyon sokat tettünk, meg ezután is én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok-sok feladat áll előttünk, és meg lehet tekinteni, meg lehet látni, aki régen volt kint, az meglátja, hogy mennyi munka van benne. Tehát a munkaügy is adott számunkra lehetőséget, hogy kihasználjuk. Azon kívül odáig eljutott a szervezetünk, hogy egyetlen egy munkást saját finanszírozásból alkalmazunk. Tudnilik, ennyi állatot egyedül hagyni egyik napról a másikra úgy, hogy 20 órát mondjuk egyedül legyenek, ezt nem lehet, mert ez tudnivaló, hogy főleg kutyákról lévén szó leginkább, ez nagyon nehéz, és nagyon sok bajt von maga után, és mi nem szeretnénk ezt, és az volna jó, hogyha még több munkást tudnánk alkalmazni, akik napközben is nagyon-nagyon sok tennivaló volna ezen kívül, és az önkéntesek száma, ha visszajönne az a kezdeti lendület, amivel elindult az egész állatvédelem, visszajönne ez a kedv, tudnélék, én úgy érzem, hogy egy kincs van a kezünkben, a városnak egy büszkesége lehet, sőt, én még azt is merem mondani, hogy a turista vonalba be lehet építeni, hiszen ott van a szélmalom, ott a fogadóházunk, és az szépen sorba, ha megyünk ki, ez egy olyan impozáns hely lehet,
lehet, ahol a magyar fajta kutyákat például be lehetne mutatni, hiszen hozzánk minden fajta kutya kerül. Azon kívül hát nem csak a téves az, hogy mi csak kutyákat mentünk, mi ugyanúgy cicákat is mentünk, csak akkor nyilván átirányítjuk olyan állatvédőkhöz, ahol a cicák tartására alkalmas hely van. Ugyanúgy mentünk patás állatokat, tehát mindenkit mentünk, csak nem itt tartózkodnak, mert még ezt a körülményt, ami itt van az átmeneti befogadó helyünkön, ezt csak a kutyák, meg mi tudjuk elviselni, mi meg kényszerből nyilvánvaló, őértük viseljük el, de változni fog a körülmény. Egy kedves úriember, aki pénzt áldozott erre, megkezdte az építkezést, ami ugyan az ő vállalkozásában van benne, terület és épületek, de ő nekünk szándékozik építeni, és megfelelő helyet és munkahelyet szeretne teremteni vele, de ez még nagyon a kezdet. Még addig nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk. És hát nagyon sokat dolgoztak, hiszen mi is voltunk kint, összetélen is voltunk kint, tehát azért láttuk, hogy a minuszokban is mennyi gonddal és szeretettel ápolták azokat a kutyusokat, kennelek is sorra készülgettek, tehát azt hiszem, hogy azért látszik az, amit ön elmondott, képekben is igazolható mindaz a munka, amit végeztek. Reméljük, hogy akkor sikerül ez az építkezés is. Az idei év hátralévő részében azért még mindig van feladat, hiszen jön a tél, gondolom megint nagy gondot jelent előteremteni az állatok részére a élelmet is, tehát gondolom várnának adományokat is. Pontosan. Már igen, már kaptunk is adományokat, például a téli szalmázás a melegedéshez már megvan oldva, úgy hiszem, hogy egész télre való szalmát kaptunk ajándékba, mégpedig abból a gyönyörűs aranysárga friss szalmából. Gyűjtjük a forgácsot, sajnos azt nem kapjuk ingyen, de akkor is megpróbáljuk még most nyáron, amikor dolgoznak, beszerezni, tehát ez az aljazáshoz, meg a melegedéshez. Az élelem az viszont borzasztóan nehéz, tudnilik, nem eheti minden állat ugyanazt az ételt, ebből is, mert ugye egy kisebb, fiatal állat, meg pici állat étkezése különbözik, a beteg állat étkezése megint különbözik. Megpróbálunk minden olyan egységet megmozgatni, például boltokat, szerződést kötni, hogy a lejárt árukat el tudjuk hozni, és azt vagy megfőzni, vagy pedig szaporítani az ételt vele, éttermet, illetve szociális otthonnak is köszönjük szépen, hiszen alapot adnak ahhoz, hogy minden nap meleg ételt tegyenek ezek az állatok. Én azt hiszem, hogy munka akkor lesz rendesen. Én azt kívánom, hogy sikeres legyen ez a mai közgyűlés, és akkor a következő években beszámolhassunk arról, hogy sikerült még több kutyust örökbe adni, és egyre kevesebbet dobnak be a kerítésen, ahogy mondta, volt olyan nap, hogy 6-ot, 7-et is találtak, tehát reméljük, hogy egy kicsit felelősebbek lesznek a gazdák is, ahogy ön is mondta. Én nagyon remélem, hogy mindenki gondolkodása fog egy kicsit változni, és főleg a gyerekeké. Én igyekszem, hogy fiatalokat nyerjünk meg ennek, és erről az oldaláról én sose fogok leállni, tudnilik, a fiatalok jóval fogékonyabbak, mert mi ugye belegrögződtünk egy bizonyos fajta tartásmódba, ahogyan tapasztaltuk, és a tapasztalat, a tradíció iszonyatos erő. És nehezen mozdul abból ki az ember, nehezen fogja fel, hogy ez már nem így van. A világ változik, az állattörvényt meghozták, az állattörvény módosítása is elkészült, és itt az életet védeni kell, akár növényről, akár állatról, és a világunkat védjük ezzel, a környezetünket, és hogy az unokáinknak jót szokták mondani, illetve azt a műsort mindenki ismeri, hogy látni fogják az unokáink is, nagyon remélem, mert csak akkor fogjuk azt elérni, hogyha mindnyájan teszünk érte. Jó munkát kívánunk köszönjük önöknek! Szépen, nagyon köszönjük, és sok-sok önkéntest várunk!